Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legfontosabb esemény sorozata volt, hiszen először mutatkozott meg markánsan a magyar nép összetartó ereje, nemzettudata, szabadság szeretete és büszkesége. Olyan hősök és hazafiak küzdöttek a szabad, önrendelkező új Magyarországért, mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor vagy Damjanich János. Szabolcs-Szatmár Bereg megyei számos hőst adott a szabadságharcnak. Nekik állítottak most emléktáblát Nyírmadán. Kálmán Béla a település polgármestere beszédében többek között Nyírmada általános iskolájának névadóját, Patai Istvánt emelte ki, aki 1848. június 19-től nemzetőr őrnagyként, majd szeptember közepétől Szabolcs vármegye önkéntes nemzetőrzászlója parancsnokaként tevékenykedett. A fegyverletétel után bujkált, majd nyírmadai birtokán élt visszavonultan. Annak örülök különösképpen, hogy az óvodásoktól kezdve a nyugdíjasig mindenki ünnepelt, és mindenki érzi ennek a hagyománynak, vagy az akkori harc és az elődeinknek a fontosságát. Az óvodások egész délelőtt a saját készítésű zászlókat hozták, az iskolások kivonultak önkéntesen és nem kényszerűen a csapatzászló alatt, és az intézmények dolgozói, a település lakosai pedig, igaz, hogy a mi megszólításunkra, hogy mikor lesz az ünnepség, hisz igazodtunk a Nyíri Honvéd Egyesület időbeosztásához, én azt gondolom, hogy szép számmal és örömmel itt voltak. Nyírmada számára fontos az emlékezés, hangsúlyozta Kálmán Béla, aki úgy fogalmazott, az óvodásoktól a legidősebbekig mindenki átérzi az emlékezés fontosságát, emlékeikkel, jelenlétükkel és azzal a fajta hagyományőrzéssel, amivel a település adózik az 1848-49-es szabadságharcosoknak. A nyírmadai emléktáblát a Nyíri Honvéd Egyesület kezdeményezésére állították, hiszen a település is jelentős szerepet töltött be az eseményekben. Nyírmada azért különösen fontos, mert annak idején a szabadságharcba, a forradalom után a szabadságharc következett. Igen sok nyírmadai illetőségű honvéd harcolt a szabadság küzdelem különböző csataterein, Patai István iskola viseli itt a nevét, és most újabb neveket emeltünk az emléktáblára, a Hunyadi testvéreket, akik hárman küzdöttek különböző minőségben a szabadságharc során, és sok más nyírmadait létszámtól, amit akkor a törvény alapján kivetettek, jóval többen álltak a szabadságharc oldalára, 33-an Nyírmadáról, példát mutatva ebben is a megyén. Többek között közöttük volt az akkori Alispán fia, Elek, Pécsi Elek, és ő is ott küzdött a többiekkel együtt, a paraszt gyerekekkel, jobbágy gyerekekkel, értelmiségiként Sárospatakról bevonulva a honvédseregbe, tehát Nyírmada példát adott. Nem csupán Nyírmadán állítottak emléket a megye hőseinek. A Nyíri Honvéd Egyesület jóvoltából Baján, Vai Ferenc nemzetőr őrnagynak, Vai Károly honvéd századosnak és 25 vajai katonának, napkoron pedig Zikó János honvéd alezredesnek, Kálai Ödön honvéd őrnagynak, Orosz Mihály honvéd hadnagynak és 28 napkori nemzetőrnek állítottak emléktáblát.